Bonjour à tout le monde. On vous a mis des traces au sol. Visszatérés az iskolákba Franciaországban. A szülőket és a gyerekeket sorba állítják, hogy megtartsák a biztonságos távolságot egymástól. Az egyik szülő szerint ügyelnek a szabályokra és a társadalmi távolságtartásra. Örülnek, hogy újra kezdődik az iskola, mert hosszú volt ez a két hónap a gyerekeknek. Nem mindenki osztja ezt az optimizmust. Egyelőre önkéntes alapon történik a visszatérés. A Lyon melletti Meizieu-ben a szülők kétharmada nem viszi vissza gyermekeit az iskolákba vagy óvodákba, amelyek a héten indulnak újra. Összességében sikerült az újranyitást megnyugtatóan megszervezni. Ez korlátozott és fokozatos újranyitás, mondta a polgármester. 12 diákból álló kis csoportok, az íróasztalok biztonságos távolban, az osztálytermekben naponta kétszer fertőtlenítenek. A gyerekekkel megbeszéltük, hogy nem tudnak még focizni, és tudják azt is, hogy nem szabad egymáshoz érniük, mesélte ez a tanár. Az otthon maradó gyerekeket is tanítani kell. Azok a tanárok, akik eddig otthonról dolgoztak, most az osztályban egyszerre beszélhetnek az ott lévő és az otthon lévő gyerekekhez, magyarázta ez a tanár. Franciaországban az iskolák újranyitásáról szóló döntés meglehetősen ellentmondásos, néhány intézmény meg sem nyitott. Ami az iskolákban történik, inkább csak gyermekmegőrzésnek látszik, mint tanításnak, véli egy szakszervezeti vezető. Az oktatási miniszter szándéka inkább gazdasági sem, mint oktatási, ezért azt javasoltam, hogy halasszuk el a megnyitást szeptemberig. De nincs más olyan intézkedés, ami segíteni a munkába visszálló szülőket abban, hogy a gyerekeikre vigyázzanak valahol. Az oktatás túlszul esett a gazdaság újraindítása érdekében, és ez rossz ötlet, bizonyos szempontból tisztességtelen is, mondta Saint-Étienne polgármestere. Pár kérdés megválaszolatlan maradt, például a középiskolák újranyitása.